üzerine de yüklendi. Amen. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene. Áldott legyen az Isten mindörökké. Az evangéliumban olvassuk az Úr Jézus Krisztus haláláról és temetéséről, hogy Arimatei József, az ő titkos tanítványa, elkérte Pilátustól Jézus testét. Pilátus miután meggyőződött Jézus haláláról, neki ajándékozta a testet. József halotti lepret vásárolt, és eljött Nikodémussal, aki mintegy 100 font mirha és áleó keveréket hozott a test bebalzsamozására. Levették Jézus testét a keresztről, a fűszerekkel együtt gyorsba takarták, és a keresztre feszítés helyéhez közel egy új sírboltba helyezték, amelyben még senkit sem temettek. Ott várt a teste a harmadnapi dicsőséges feltámadást. A halottakat eltemették, érettük imádkozni, valamint a szomorúakat vigasztalni a keresztény irgalmasság cselekedetei közé. Azért jöttünk össze, hogy Erhony Katalin testvérünknek megadjuk a keresztény végtisztességet. Imádkozzunk lelkéért, és testét a feltámadás reményében visszaadjuk az anyaföldnek. Ugyanakkor a hátra maradott hozzátartozói imáink segítségével a feltámadás és viszontlátásban való hitben vigasztalást nyerjenek. Tisztítsa meg Isten a lelkedet a föld minden szennyétől, és testedet részesítse a föltámadás dicsőségében. Könyörögjünk! Érünk, Urunk, tekints kegyesen Katalin szolgálódra, akit magadhoz szólítottál a föld életből. Gyászoló hozzátartozóira és reánke végtisztességre összegyűltekre, és hallgass meg érte mondott imádságainkat, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus áldozatán. Könyörögjünk el, mi testvérünk. Engem a halál
menedéked üdvösséged, Síron túl is én agyom. Megkörnyékeztek engem a halál félelmei, az ő fájdalmai körülvettek engem. Adj, Uram, megtudatok a sírba szent nyugovás, és a végítélet napján adj boldog föltámadás. Megkörnyékeztek engem a halál félelmei, s az ő fájdalmai körülvettek engem. Könyörögjünk, alázattal kérjük irgalmadat, Urunk, fogadd meg engesztelődve Katalin szolgálót lelkét, árazd el könyörületességet bőségével, tisztítsd meg jóságosan földi életének minden szennyétől, és miután kiragadtad a halál bilincséből, tedd méltóvá az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves gyászoló család, hallgassuk meg Istennek vigasztaló üzenetét az evangélium szavai által, amelyet Szent János apostolnak a leveléből olvasunk. Szenvedése előtt Jézus így beszélt tanítványaihoz. Eljött az óra, hogy az emberfia megdicsőjön. Bizony, bizony mondom nektek, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad. De ha meghal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Most megrendült a lelke. Mit is mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De hiszen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre szózat hangzott az ég. Már megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni. Ezek az evangélium ígér. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánat. Kedves gyászoló család, rendkívüli időben és körülmények között szólította magához elhunyt Katalin testvérünket az Úr, s bár a külső pompában, külső körülmények között egyszerű temetés tudunk neki adni, mégis Isten országában éppen olyan ünnepélyes a fogadtatása, mint bármelyik embernek. Hiszen Isten előtt nincs különbség. Isten mindenkit egyformán szeret, mindenkit egyformán magához hív, mindenkit egyformán tettei szerint jutalmaz, mert ő a mi mennyei Atyánk. És az ő angyalainak seregével együtt fogadta és hívta magához Katalin testvérünket. Az Úr Jézusnak a legnagyobb csodáját ünnepeltük húsvétkor, az ő föltámadásán. És mielőtt Jézus szenvedett volna és föltámadt volna, az utolsó vacsorán azt mondotta, amikor elközelgett életének utolsó órája, napja, megrendült a lelke.
Látta Jézus a sok szenvedést nagy csütörtökön este, a vérrel verejtékezésben, az apostolok gyávaságát, Judás árulását, a helytartó igazságtalan ítéletét, Pilátusnak gyávaságát, a katonák ostorozását, töviskoronázását és a nehéz keresztet. És a kereszten 3 órán kín halált szenvedve. Mindezt Jézus látta, és mint valóságos ember megrendült a lelke. És ezért nagy csütörtökön este azt mondotta az Úr Jézus, Atyám, ha lehetséges, múljon el ez a pohár. Ugyanígy rendül meg sokszor a mi lelkünk is. A szenvedés látta. A megpróbáltatás, a kereszt látta. Mert fél az ember a szenvedéstől, különösen a haláltól. Istenem, vajon mi lesz velünk? Hogyan lesz tovább? De Jézus folytatja az ő életének történetét. És amikor meghal a kereszten, és eltemetik, mert családjáért élt, szolgált a gyermekeit, testvéreit rokonságában, mint egy búza szem, úgy önmagát ajándékozta, és új életeket adott. Elveszett ennek a világnak, de új életre támadt Isten országában. És ez nem egy szellem, nem egy elgondolás, hanem egy valóság, úgy, ahogyan Jézus mondotta, nézzétek, tapintsatok meg, valóságosan föltámadtam én vagyok. Ezzel a hittel állunk itt, elhúnyt Katalin koporsója mellett. Milyen nehéz volna, ha nem hinnék, és ha nem volna túlvilág, azt mondani, itt véget ért az emberi szó. Véget ért az emberi szó, a szeretet, a jóság és minden, amit a Földön volt, ezzel leszállt. Nem. Tovább folytatjuk. És tovább vittük magunkkal azt a értéket, azokat a kincseket, amelyeket itt a Földön gyűjtöttünk. És ami nem, amit a múlt és a rossz nem emésznek, hanem annak örökké lesz. Hisszük, hogy Katalin testvérünk is földi életében gyűjtött olyan kincseket, amelyeket magával vihet. Amelyekkel Isten elé, az Atya elé állhat, aki azt mondott, hogy jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok, és az életterhét hordozzátok, én megenyhítelek titeket. Én könnyebbé teszem a ti életeteket, boldogabbá, abban az országban, ahol nincs többé szenvedés, fájdalom és halál, hanem örökké van a boldogság. Ezekkel a gondolatokkal vigasztalódjon a család, és imádkozzunk érte. Hogyha a földi életében gyarlóságaért, bűneiért kell vezekelnie, ami imánkra, kérésünkre, Isten rövidítse meg, és vissza meg számára az örök élet, az örök élet, boldog. Élvezni fogjuk barátságát, és Isten irgalmából reméljük, hogy a mi közösségünk, amely a gyártása rossz tegyünk, egykor Isten országában boldogban ismét találkozunk. A búcsúzás pedig úgy történik, hogy néma csendben köszönjük. Világnak meghalva ne kedélyen, és hogy végtelen írva.
a mindenható Isten testvérünket a földi életből magához szólította. Ezért testét átadjuk a földnek, hogy oda térjen vissza, ahonnét létezett. Tudjuk, hogy Krisztus, aki először támadt fel a halottak közül, gyarló testünket hasonlóvá teszi dicsőséges testünk. Azért testvérünket az Úrnak ajánljuk, hogy lelkét vegye fel a béke országába, és testét támadta fel az utolsó napon. Végezetül még egyszer imádkozunk Katalin testvérünkért a jóságos mennyei atyához, aki őt teremtette, egész életén keresztül kegyelmével kísérte, és most magához szólította. Irgalmazva ajánljuk Katalin gyermeket, hozzá készített lelkét, a vezetelniekkel, földi bűneiért, gyarlóságaiért, rövid is meg tisztulásának idejét. Halhatatlan lelkét, saját képedre és hasonlatosságodra teremtette, örök boldogságra rendelte. Engedd hát őt szent színed boldogító látására. Tekints el, hogy testvérünknek a hozzátartozóira, akik megelőzték a hit jelével is a békálmát, alusszák, át, hogy velük egyesülhessen boldog örök Atyai jóságodban áld meg, testi lelki javaiddal, Katalin gyermeket gyászoló hozzátartozóit, vigasztald meg őket, helyette te légy támaszuk és gond is erőjük. Önmagunk számára pedig, kiket jóságod még életben tart, alázattal kérjük, Atyánk, az Isten félő élet kegyelmét, s végóránkra jó halált ajándékát. Könyörögünk mindenek, aki az életnek és halálnak hatalmas Ura, jóságos Istenünk. Alázattal kérünk, adj csendes nyugalmat, szolgálót kihűlt korainak az anyaföld fölére. Parancsolja a földnek, hogy híven védje hangait, békéjét semmi meg ne háborítsa, míg majd az utolsó napon a lélek újra visszakéri, megdicsőjük hajnokat. Parancsolja kereknek, hogy utánunk siető lelkünk befogadják, és angyalait seregének, hogy ők boldogságukban részeltessék, Krisztus a jövőnk áldozatának. Hiszeket Istenben, mindenhatóak áldozatban, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülöttjában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, szeretett Szűz Máriától, szenvedett a Szűz Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolba, harmadnapon föltámadott a halottak között, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az ötvilágosság kényeskedjék neki. Nyugodjék békességben, az Úr Jézus szent nevében, az ő lelke és minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Oh, no, 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 no,